mai epizódban az olcsó vs drága sorozatunkat fogjuk folytatni. Ebben a részben tejtermékeket fogsz kóstolni. Remélem nem vagy laktózérzékeny. Nem annyira. Alapvetően milyen tejtermékeket fogyasztotok, mi a kedvencetek? A tej. Na én azt, bocsánat, kifakadtam kicsit. A tejet nagyon szeretem. Tej. Kakaót, azt is. Azt is. Hát amit nagyon csípek, azok a különböző végtelenül egyszerű sajtok. Nagyon ritkán naturjoghurtot magamhoz veszek, és ez a vagány. Krémtúró. A krémtúró az nagyon-nagyon főnök, azért a teljes gyerekkorom oda volt. És hogyha bementek a boltba, ott álltok a tejpult előtt, vagy a hűtős résznél, akkor mi alapján választotok, mondjuk, hogyha ilyen desszertet kell választani? Ez most lehet, hogy ilyen nagyon abétnak hangzik, de ez az egy, ahol a magyar terméket meg szoktam nézni. Én nagyon sokat beszélek márkákról a YouTube csatornámon is, de valahogy ilyenekben nem vagyok annyira a márka tudatos, hanem így leginkább válogatok, és csak így éppen ami a kezem ügyébe kerül, de lehet, hogy ez akár a mai videó után megváltozik a jövőre nézve. Leginkább ahhoz nyúlok szerintem, amit megszoktam. Nagyon szokásuk ember vagyok, és igazából, hogyha valamit már kipróbáltam és szeretek, akkor általában azt így megtartom. Tej lesz, nem? Borzasztó a szaglásom egyébként, úgyhogy egyelőre nem érzek semmit, de hát akkor... Ez szerintem egy klasszikus tej, hogyha ezt most jól érzem. Tej, jó. Ja. Oké. Okay. Egyet kóstoltam. Én is megkóstoltam. Akkor cseréljünk? Ennél szavaznék egy ilyen markánsabb ízre, ilyen klasszikusabb tej ízre talán. A második az ilyen kicsit savankásabb. Ez se ízű. Igen, ennek karakteresebb az íze, a lecsengése. Érzem benne a tejnek. A bélbolyhokat. A tehén bélbolyhai. Ez baj. De ez kicsit, mintha olyan, őszintén szóval olyan kicsit természetesebb íze lenne. Fú, milyen furcsa tejről szakérteni, ezt sem próbáltam még. Gyerekek, hát viccen kívül ugyanolyanok, ti ezeket próbáltátok? Szerintem a tejet kicsit arról lehet felismerni, hogy melyik a minőségi, meg nem, mert szerintem a minőségi az általában kicsit édesebb talán. Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy az jobban ízlik, és kicsit, mintha olyan karakteresebb tej íze lenne. És azt gondolom, hogy akkor biztos... A baloldalinak, ami nálad van. Igen, ami nálad van. Igen. Több a meló, több a pénz. Én is így gondolom. Amit először hittem, az a drágább talán, és ez az olcsóbb. Nem tudom, ez egy fokkal furább. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a nagyon mainstream tej. Tehát, hogy akkor akár mondhatjuk, hogy ez lesz az olcsóbb végső soron. És ez meg a drágább. De hogy milyen állatból van és melyik márka, azt már ne várjátok el, kérlek. Ez a drágább termék. Ez kicsit fajír. És amúgy melyik íz lett jobban? Ez. Igen? Aha, ja. Ez kicsit édesebb volt, nem tudom. Na figyeljetek! Mutatom. Ez mi lehet? Eper vagy már? Ez finom. Barackos talán? Igen. Inkább valami ilyen klasszikusabb ízre tippelnék, tehát valami vaníliaszerű talán, vagy csak teljesen naturál, nem tudom. Meg lett mondva, hogy nem Csabi. Szabad cserélni, mert megzavarodtok. Csabi. Já, kijött. Cseréljétek, nyugodtan meg. De akkor meg lett mondva. Mi látjuk, hogy ez biztos sűrűbb, tehát már a kanál is nehezebben veszi benne a kanyarokat, úgyhogy itt már azért egyértelmű állagkülönbség történik, ez izgalmasabb lesz, mint a teljes kör. Ez nehéz. Ez ugye gyerekeknek való, egyszerű íz. Ez a gyümölcs mellett hoz egy ilyen extra savanykás valamit. De hogy ehhez már kifinomult ízlelő bimbokra lenne szükség, hogy ezt tudjam értékelni. Ilyenem nincs. Egyértelműen az én oldalamon volt szerintem a drágább, vagy a jobb ízű legalábbis. Ez egy ilyen savanyú valami, de szerintem ez lehet a drágább, és az az olcsó. Szóval a jobb oldal is savankásabb, és ugyanez volt a feltételezés a tejnél is. Igen. Ott több a meló. Erre teszem a voksom. Ez a drágább. Ne! Ezt nem hiszem el. Mind a kettő barackos. Igen. Alapból megvenném a drágábbat. De most vagyok okárlás. De most ennek tudatában, hogy az nem jobb, így megvenném. Jó, de honnan tudod, hogy 45 évesen nem záródik el majd el az ered emiatt? Én meg itt eszem a kicsit olyan semmilyen ebben, viszont nem tudom, ezért gondolkozom rövid távon. Így élem az életemet napról napra. Az history. Nem szeretem annyira. Komolyan? Aha. Ó, de ez jó. Nekem is ízlik.
Egyszerű teremtés vagyok egyébként, ezekkel abszolút le lehet venni a lábamról. Az előző az édesebb volt. Nem, ez kevésbé intenzívebb, viszont sokkal finomabb, mint az előző, ami rendesen megcsinál. Én szerintem egyébként az van, hogy ez az intenzívebb, ezt érzem furábbnak. Ugye az ízvilága az kicsit visszafogottabb, és tényleg én azt is mondanám, hogy szerintem ez a drágább. Ez fura. Most nem tudom eldönteni, hogy azért fura, mert fancy, vagy mert szar. Leginkább azért finomabb, mert nem annyira erős a csoki íze, bárhogy ettől most drágább, de ebben most nem vagyok 100%-osan biztos, de én azt mondom, hogy szerintem ez a drágább. Ez édesebb. Igen, itt ez túl cukrozott, akkor igen, nem. Emiatt ez drágább. Ez a drágább. Ez az olcsóbb szerintem, és az a drágább. Elrontottuk, ennyi. Én valószínűleg ízvilágra ezt preferálnám, különben ez úgy egészségesebben is ízlet, bár azért ezt erős lenne mondani most egy csokis pudingnál, de ízvilág az nekem, ez inkább szimpatikus volt, de ez olyan csokis pudingosabb. Tehát, hogyha egy klasszikus csokis pudingot keresnék, akkor szerintem az ez lenne. Ezt nem enném, ez pedig egy tök jó nasi. Tehát, hogy itt gyakorlatilag nem az ára kérdés, hanem hogyha be akarod magadat ebbe az élménybe vásárolni, akkor ez igazából innen indul. Illetve, bocsánat, nem jól fogalmazok, mert lehet, hogy félúton is van még itt termék. Ez nem jó. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mennyibe kerül. Ha ugyanannyiba kerülnének se, azon kár spórolni, hogy utána egyél egy gyenge desszertet. Úristen! Mi ez? Nézzük, én most legelsőre hiszem, tejfőre tippelnék talán. Aha. Te megkóstolom. Az. Az? Uh-huh. De jó vagyok van. Fú, cseszki, de utálom a kefir. Szeretem. Az a baj kefirrel, hogy alapból savanyú, és nem tudod, hogy most ez be van savanyodban, van ennek ilyennek kéne lenni. A tejfőn egyébként nagyon érezhető szerintem a különbség. Gyerekek. Ez nagyon rossz. Van egy ilyen utóíz, ami van, egy kicsit finomabbá teszi. Mindkettőt bedobnám egy kicsit a ketchup-pal a kiflingre. Úgystem, és ha másnap reggel, te hogy érzed magad így? Ennek az ízvilága az jobb, nem tudom, hogy az inkább az én elevárásaimat üti meg. De hogy melyik a drágább, az most nekem egy teljes rejtély. Szerintem ez az olcsóbb, és ez a drágább. Ebben még van valami. Ez a drágább. Akkor ez az olcsóbb. Ő a drágább. A baloldali, nem tudom, nem találom már ott a baloldali. Jó, értjük. Igen. Leveheted a szempedőt. Siker. Cool. Sikerült? Igen. De ugye a kettőt összehasonlítva, most így ránézésre is azt mondom, hogy ez a drágább. Amúgy, mivel sok tejfölt eszem, és eszem több gáz, mert hogy tele van cumókkal, ezt. Ebbe érzem a természetet. Simán az olcsóbbat itt. Simán az olcsóbbat, mert mondom, tényleg csak túros tésztát szoktam tejfölt, és azt meg szétsózod, és aztán nem érzel semmit igazából belőle. Túró, Rudi, mi? Hát ez... Ez sórókoporsó szerintem. Van egy fura mellékíze, amit a klasszikus pöccsösnél nem érzem. Érzésre a másik az inkább az a pöttyösre hajazott, mert így fogása. És egyértelműen szerintem az is. Ez Rudi, Rudi szagán! Rudi! Az íze szerint igazából mindkettőnek eléggé hasonló. Értem már Cserpes Turó Rudit, és annak valóban volt egy ilyen savanykásabb íze, mint a pöttyösnek is. Akkor, hiszem, akkor... hogy a pöttyös olcsóbb, mint a cserpeses. Cserpes drágább. Jobb oldali lesz a drágább. Ez a drágább, és ez a olcsó. Miért gondolod? Ezen a csoki egy kicsit, mint hogyha olyan mű lenne. Én hiszem azt, hogy ez valami drágább. Olyan speciális, hogy már nem jó. Ez a drágább, és az a pöttyös. Ne. Komolyan. Megkóstolnám, hogy mi lenne, ha egy pöttyöst, meg egy cserpesest, hogy mennyire... Rávágtuk mindeket, hogy ez a pöttyös. Úgy gondolkodtam, hogy melyik hasonlít jobban a pöttyösre, és ezért erre jutott, vagy erre jutottam. Te jó ég. Jaj, milyen? ilyen süti, ilyen kicsi süti formája van, de van egy ilyen, hogy ez nem süti lesz.
Ó, gyerekek, hát ez izé sajt, kecske sajt. Nem? Nem. Vagy nem kecske, hanem... Aj, tudjátok, ez a része fehérebb, ez meg sárgább. De sajt? Ez sajt? Aha. Ez egy camembert. Camembert, mert trutymós a közepe. Amúgy szereted? Néha. Ha olyan kedvem van, akkor igen. Igazából jó. Ez tipikusan az a kaj, ami egy falatot imádok, a második semleges, és a harmadiknál meg ilyen könyörgöm csak eszne. Szerintem nem ettem még ilyen sajtot, hogy tök őszinte legyek, de nem volt rossz az íze. De kíváncsi vagyok a másikra, mert lehet, hogy akkor itt egy nagyobb különbség ki fog jönni. Ebben ez kisebb, úgyhogy le... kisebb és tömörebb. Ebben több ízt éreztem, ebben nem annyira, de ez sokkal lágyabb volt. De értem a külön... Meg jobb az íze szerintem. Nagyon finom mind a kettő. Igen. Nagyon finom. Ez jobban ízlett. Eddig volt olyan, hogy a drágább ízlett jobban, meg olyan, hogy az olcsó, úgyhogy ezzel nem jutott. Melyik ízlett jobban? Ez. Aha. Én is azt gondolom, ha kamember lennék, inkább úgy folynék, mint a jobb oldali. Én azt mondom, hogy ő lesz a drágább. Szerintem ez a drágább és ez az olcsóbb. Ez a drágább. Én ízben nem nagyon érzek különbséget, de állagra azt mondanám, hogy a camembert az fogyósabb, tehát a jobb oldalinak kellene a drágább. A jobb oldali legyen. A drágább, mert annak, amiről az ízben nem tudunk választani, ez nagyobb camembert élményt nyújt azáltal, hogy szottyat. Ez most egy jubileum, egy újabb ételfélemet leküzdöttem. Remélem megy a sajthoz, mert még van egy kicsi. Ez valami... Van izé ilyen köpölde, mint a borkostolónál? Hűha. Mert most van egy olyan érzésem, hogy itt rosszra fogok tippelni. Ezek a kakaók szerintem nagyon átverősek. Mert? Nem tudom, valahogy már sokszor volt olyan, hogyha így siettem és dobozos kakaót vettem, és az olcsóbb jobb volt, jobban ízlett, mint a drágább. Nem tudom. Aha. Hát, tesó, most visszakanyarodtunk oda, mint a tejnél, hogy fogalmam sincs. Igazából mind a kettőnek ugyanaz íze van. Talán ennek van egy kicsi utóíz, ami más, de jó értelemben. Az olyan teljesebb. Ez neki mint egy kicsit kakaósabb íze lenne, de mégis ez ízlik szerintem kicsit jobban. Szerintem azt mondanám a drágábbnak és ezt az olcsóbbnak. Drágább. Ez a drágább. Úgy döntöttünk, igen, hogy a baloldali, az, ami nálad van, az a drágább. Az a drágább. Ez még az olcsó. Karakteresebb az íze és a lecsengése. Igen. Jobb is volt amúgy valójában. Melyik? A cserpes. Most haragszom magamra. Ennek jó illata van. Mi ez? Ó, tejszínhab. Csak is tejszínhab? Nem, izé, tejbe gríz. Hát ez simán ilyen hab. Tejszínhab. Ez tejszínhab? Aha. Igen. Ez tejszínhab. Ez az olyan, amikor egy bizonyos kor fölött látnak a vendégül, és hiába nem kérsz a kávé tetejére, nyomni fognak. Sokkal krémesebb volt a legelső, meg talán egy kicsit édesebb. Ez jobban ízlik, kicsit olyan kevésbé habos, inkább olyan, nem tudom, olyan lágyabb ez is talán. Hú, de geil ez. Na, ez nagyon édes viszont. Komolyan. Ez ilyen finom. Talán úgy nem annyira ilyen dobozos tejszínhab lenne, hanem így van benne valami több. Talán, nem gondoltam volna, hogy ennyire sokat tudnék valaha is mesélni tejszínhabokról. Mihez szoktál enni tejszínhabot? Én nem szoktam külön nagyon tejszínhabot enni. Hát neked ez a művib, ugye, ami itt van nálam már? Igen. Igen. Annak az édesebb. Na még én erre ízvak vagyok, mert hogy nekem nem volt különbség, pedig ettem mind a kettőből. Ez jó. Szerintem ez jó. A másik az nem volt jó. Szerintem ez a drágább és ez az olcsó. Drágább. Váltig állítom ezt, mint drágábbat. Ez pedig, mint olcsóbb. Én nekem nincsen személyes tejszínhab tapasztalatom, legalábbis nem túl nagy, de én tényleg azt mondanám, hogy ez a drágább, ez a baloldali. Hát ezt akkor te hoztad be, mert ezt nem tudtam volna. Melyik íz lett a legjobban?
A tejföl. A kakaó. Az abszolút top, az pedig a cserpes túrórudi volt. Nekem a sajt. Kellemetlen meglepetés volt a tejföl, amit nem értek. Ami nagyon jó volt, az nem okoz. Ez, hát az utolsó, az meglepetés volt. És milyen érdekes, hogy először azt hittem, hogy ízesítve van, aztán nem. Kiderült, hogy ez csak simán tej színhab. Kokárdás tejföl. Joghurt tejföl. Joghurt volt. Meglepetést az okozott, hogy a sajt ennyire ízlett, és talán ugye a legnagyobb meglepetés az a puding volt, az a csokis puding. Az tényleg kifogott rajtam, de igen, abból kinézett rögtön meg tudtam volna elavítani szerintem, de úgy ízre tényleg nem volt annyira nagy különbség. Teljességgel lehetetlen volt eltalálni, hogy pontosan mik voltak a helyes válaszok, reméljük, hogy élveztétek. Mert mi nagyon élveztük, csekkoljátok le a többi videósnak a csatornáját is, hiszen mindenkinek szüksége van a feliratkozókra, hiszen abból él. Lehet majd venni drágább tejeket.